április 23-án és 24-én több mint 700 élelmiszercsomagot osztotta ki a rászoruló nyugdíjasoknak Torontálvásárhelyen. A héten a szociálisan hátrányos helyzetű lakosoknak osztottak csomagot. Az akcióban mintegy 10 önkéntes vett részt, akik a csomagok szállító járművekbe pakolásánál és személyes kézbesítésénél segítkeztek. A segítségnyújtás célja a koronavírus járvány által okozott következmények enyhítése. Összesen 253 csomagot osztunk ki, a mai nappal kezdődik a kiosztása. Reméljük, hogy hát holnap estig a 18 óráig ki fogjuk osztani, és hogy mindenki meg fog lenni vele elégedve. 10 volontér dolgozik ezen a munkán, törekszünk, hogy mindenkinek jót tegyünk, és hogy mindenki meg legyen elégedve vele. Csomagban minden olyan olyasmi van, ami, akiknek szüksége van a lisztre, a cukorra, az alapvető dolgokra, amit használnak a mindennapi étkezéshez, és higgyék el, hogy hát nagyon is meg vannak elégedve, és van, aki sírással, van, aki összetett kézzel köszöni, hogy ilyen módon segítünk rajtuk, mert tényleg nagyon-nagyon sokan vannak, akiknek jóformán nincs is, amit egyenek, az a kis szociális segély, és ez a csomag nagyon nagyot tesz nekik, és nagyon meg vannak elégedve. Manasievics Gyurdzsevka szociális segélyt kap. A csomag érkezésekor köszönő szavaival egyaránt örömét és háláját fejezte ki. Nagyon sokat jelent, amit kapunk. Nagyon nagy segítség. Köszönetem fejezném ki a helyi közösségünk elnökének és a község elnökének, mert nekünk ez a csomag nagyon sokat jelent. A jövő héten a higiéniai eszközöket tartalmazó csomagokat osztják ki a nyugdíjasoknak, akiknek a járandósága nem haladja meg a 30 ezer dinárt. Az első túrában kiosztottuk az étkezéshez, ami tartozik. Na mostan a második túrában a hémiát fogjuk valójában osztani, a vegyszerek, a mosogatószereket, szappanyokat, ilyesmit. A jövő hét folyamán, hát amikor érkezünk, és amikor sikerülünk összepakolni a csomagokat, mert valójában ez nem kis munka, ez egy kicsikét nagyobb munka, amit össze kell állítani, és ki kell osztani, hogy mindenki meg legyen elégedve.